Már is folytatjuk a sztereót, és újabb vendégem érkezett méghozzá Gereimre Tűzoltó Ezredes, a Monor Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője. Köszönöm a műsorban. Üdvözlöm én is a hallgatókat, és ön is. És a mostani témánk az egyrészt egy programajánló is lesz, és valamilyen szinten kapcsolik a gyereknaphoz. Ugye szokták mondani, hogy tűzoltó leszelés katona. Na hát most tűzoltó lehet a gyermek, mert hogy vasárnap az ország valamennyi tűzoltóság a nyitott szertár ajtóval várja az érdeklődőket, így a Dabas és a Monori Hivatásos Tűzoltósághoz is el lehet látogatni, ahol az érdeklődők többek között megnézhetik a tűzoltók felszereléseit, illetve kérdezhetnek is. De pontosan miről is szól ez a nyitott szertár ajtóval várják a vendégeket, programsorozat. Ez a rendezvény, ez már egy hagyományteremtől, tehát most már évekre nyúlik vissza, hogy minden évben a gyereknap környékén megrendezzük ezt országos szinten. A megyei szinten ugye 9 tűzoltóparancsnokság, parancsnokság, illetve 21 önkéntes tűzoltóság fog ebben beszállni, ahol közelebb hozzuk a, lakosságot a mi munkánkhoz, a felszerelésünkhöz, illetve az életünkhöz. Tehát be lehet jönni, közelből meg lehet látni a, a autókat, a tűzoltó felszereléseket, ki lehet próbálni azokat a lakszanyán belül, illetve a gyerekeknek készülünk ilyen kisebb színezési programokkal, tűzoltó jellegű felszerelést, autót lehet színezni, lehet hajtogatni, tehát ez mind-mind, meg egy kötetlen beszélgetés. Tehát gyakorlatilag azért a városban látjuk a tűzoltókat menni kéklámpa lámpa úgy felkapja az ember a fejét és utána néz, most ezt test közelből meg tudjuk tenni, akár felnőtteknek, aki a későbbi beszélgetésünk során ugye majd beszélni fogunk a toborzásról, illetve hogy keresünk embereket, ott közelben tűzoltókkal lehet beszélgetni, meg lehet őket kérdezni, esetleg ha van olyan kérdés, ami esetleg a hirdetéseinkből nem derül ki, ott a tűzoltóink azért a napi életből is tudnak felvilágosítást adni, illetve egy úgy gondolom, hogy maga a gyerekek az, hogy felvet egy tűzoltós, és akkor behűhet egy tűzoltóautóba, megnézhető, hogy a tűzoltóautóban mi van, az azért egy, egy színes program és, és, látványos, és most ugye nyugodt körülmények között nyíl mód és lehetőség van arra, hogy a laktanyán belül ezeket megtegyék. Ugye ez már évről évre megrendezett rendezvény, akár Dobasson, akár monoron nézzük. Mennyire szokott ez nagy érdeklődésnek örvendeni, illetve mi az, ami leginkább szokta érdekelni a gyerekeket? Egy népszerű program, én úgy gondolom, családostól is, illetve már eleve mi megtettük azt, hogy az összes területünkön lévő önkormányzatnak a polgármestereit, illetve az intézményeit, ordák, bölcsödék, iskoláknak a figyelmét felhívtuk, illetve kiküldtük ennek a felhívásnak a lényegét. Én úgy gondolom, hogy családi programként is jó, de jó úgy is, hogyha csoportokkal jönnek. Nagyon sok az igény az, és sajnos nem mindig el lesz módunkba teljesíteni, ugye a készenéti szolgált mellett, hogy mi kimenjünk iskolákba, órákba, vagy akármilyen nagyobb rendezvényekre nem, nem nagyon áll ez módunkba, mert ugye fenn kell tartani a készenlétet, és ha ki is megyünk, ott van egy riasztás, mindenkit ott hagyunk csapott papot azonnal. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy ez sokkal nyugodtabb körülmények között, nyilván ugye az elriasztás itt is fennel. De ha kimegyünk egy rendezvényre, ott egy autóval megyünk ki, itt meg benn van az összes autónk, és nyilván az egyiket elriasztják, még mindig ott van az a másik. Tehát nagyobb az esélye annak, hogy meg tudják nézni az érdeklődők ezeket az eszközöket, mint, hogyha mi megyünk ki külső helyszínre. Akkor ez egyfajta edukációval is jár ez a rendezvény. Tehát nem csak az, hogy elmentek, a gyerekek megnézhetik, hanem azért kicsit tanulhatnak is itt. Term ezen a, természetesen ezen a az ott jelenlévő kollégái mind a készfényérti állományból, mind pedig a, az irodai állományból el fogják mondani, megpróbálják azokra a praktikus dolgokra felhívni még ezen kívül a figyelmet is, ami esetleg otthon nagyon nagy hasznát tudjuk venni. Ugye Dabasan és Monoron lesz lehetőség meglátogatni, azért azt mondjuk kell, hogy meddig lehet látogatni majd a. 9 és 16 óra között hmm. van mód és lehetőség a, a látogatásra. Egyébként a mi még három önként Önkéntes Tizoltó Egyesület is ö, társul ehhez a nyitott szertárkapukhoz. Ö, az ülő önkéntes Tizoltó Egyesület, a Gyömrői önkéntes Tizoltó Egyesület, azonban ott egy kicsit érdekes, mert ők egy ö, kint lévő önkormányzati rendezvényen lesznek, és ott ö, lesz rá mód és lehetőség, ők nem, nem kivonottan a laktanyába, de ö, az ülői laktanya egyébként a rendezvény természetesen nyitva lesz, illetve a nyáriházi önkéntes Tizoltó Egyesület nél is van erre mód és lehetőség. Van itt egy, -egy egyesületünk, ami területünkön van, az Ócsai Tűzoltó Egyesület. Gyakorlatilag őnek még csak most van folyamatban a szertárnak az építése. Ők már segítenek a mi munkánkba. Megvan nekik az anyagi, vagy a személyi és az anyagi feltétel arra, hogy ezt meg tudják tenni, de még nem rendelkeznek szertárról, tehát ők ezzel a nyitott szertárkapun még most nem csatlakoznak. Őket csak eddig rendezvényeken lehet őket látni. De hát akkor ez egy gyermeknapi program lesz, és hát nem mellesleg ugye tanulni is lehet majd itt a látogatás során, és ö, ha már itt van nálunk tűzoltődös úr, akkor mi is egy kicsit edukáljunk, mert hogy közelednek a nyár, jó idő beköszöntetés. hát ugye most egy hosszú hétvége előtt állunk, lehet, hogy sokan például kerti sütögetésben gondolkodnak, vagy éppen esetleg valami szabadtéri tüzet készítenek, bográcsozás például, de hát ugye ezeknek is megvan a veszélyei. Mire érdemes figyelnünk így a nyár kapcsán ezeknél a főzöcskézéseknél? Tehát egy nyílt égéstevő berendezéseken folytatjuk ezeket a tevékenységünket. Mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy ez tűzveszélyt jelenthet a környezetére. Tehát mindenképpen ennek a biztonságáról előre kell gondoskodnunk. Tehát meg kell akadályoznunk azt, hogy ebből a berendezésből bárhova ki tudjon pattani szikra, vagy esetleg egy szél alá tudja fújni, mert ebből komoly gondok is lehetnek, akár a környezetésre meggyújtja, vagy akár ha közel vagyunk, akár a házunknak a, a veszélye is fennáll, hogy a házunk is odaéghet. Tehát mindenképpen felelős. Tevékenységre hívom fel mindenkinek a figyelmét. Minden esetben ugye ezeket a tüzeket, illetve berendezéseket sosem szabad felügyelet mellett nélkül hagyni. Tehát nem megyünk el 5 percre valamit még megnézünk a tévébe, hanem ott kell mellette lenni, illetve minden esetben oda kell készíteni olyan eszköz, berendezést, ami esetlegesen, hogyha nagyobb lesz a tűz, mint gondolnánk, akkor is tudjuk őt kordába tartani, tehát tudjuk ezt kezelni, semmiképpen ne keletkezhessen ebből másféle tűz. Ugye itt beszéltünk arról, hogy kerti grillezésről, de ugye ezt említettem a szabadtéri grillezést, vagy a szabadtéri sütögetést. Egyáltalán lehet most, hogy én családom... Jelen jelen pillanatban az ország területén nincsen elrendelve tűzgyújtási tilalom. Ez, az, ez, ugye azt jelenti, hogy bárhova, ahol kimegyünk, a kijelölt tűzrakó helyeken nyugodtan megtehetjük ezt és végezhetjük. Nyilván azért oda kell figyelnünk, vannak környezetvédelmi területek, ahol igazából, vagy természetvédelmi területek, ahol igazából normál viszonyban sincs megengedve a tűzgyújtás, tehát ezt a tevékenységet ott akkor ne folytassuk. De maga szabad téren egyébként mondom, ezt bárhol meg lehet tenni, csak úgy, hogy felelősen ne gyerekkel felügyeltessük, ne gyerekkel gyújtassuk be ezt a tüzet, hanem mindenképpen felnőtt jelenléte legyen ott, és mindig őrizettel legyünk vele, illetve ha már a szabadról beszélünk, mondjuk akár kijelölt tűzrakó helyen akár szalonát sütögetünk, vagy bármit bográcsolunk, akkor minden esetben ennek az elhagyására felhívnám a figyelmet, hogy mindenképpen el kell oltani, le kell takarni, tehát hogy későbbiekben fel, hirtelen feltámadó szél ne tudja ezt semmiképpen tovább vinni, tehát ezt mindenképpen meg kell győzőnünk és csak úgy hagyhatjuk ott ezeket a helyeket. És hogyha már szóba került a szabadban való sütögetés, ugye szabadban vagyunk, akkor ugye arra is számolnunk kell, hogyha mondjuk elutazunk valamerre, hirtelen esetleg egy nagyobb széljön, vagy egy nagyobb viharba keveredünk bele, Ilyenkor mi a teendőnk, mire érdemes figyelnünk. Igen, tehát ugye itt vagyunk a nyári szezonnak az elején, tehát mindenképpen érdemes akár a lakókörnyezetünkben, vagy akár a elutazás olyan odafigyelmi dolgokra. Tehát mi tudjuk, hogy azért szélsőségesen nagyon gyorsan ö, támad fel szél, és azért van az udvarunkban olyan eszköz berendezés, ami a szórakozásunkat vagy a pihenésünket szolgálja. Viszont ezek egy olyan könnyűk, amit a szél könnyen felkap, és akár akárminek nekidá, eldobja. Tehát ezeket mindenképpen, ha el elhagyjuk a lakásunkat, ezeket mindenképpen vigyük be, rögzítsük úgy le, hogy ebből ne keletkezhessen baj. És ugye itt én sok esetben láttam olyat, amire megint csak felhívom figyelmet, hogy nem gondolunk olyanra, hogy esetleg egy alig feltöltött műanyag medence, akkor akár egy napernyő, akár egy trambulin, Ezeket mind-mind fel tudja kapni a szél, és komoly problémák, károkat, vagy esetleg balesetet is tud okozni. Tehát ezek mindenképpen oda kell figyelni illetve az úton is én úgy gondolom, hogy fel kell ezekre készülni. Nem olyan régen volt az m egy baleset, ugye, ami a szél kavarta por volt valószínűsíthetően az, okozá, az, okozója. Tehát mindenképpen ezekre is készüljünk fel. Ne menjünk bele olyan látatlan területekben, nagy sebességgel, nem tudjuk, hogy mi lehet benne. Ugye ott is egy forgalmi akadály miatt valaki megáll, a következő már csak torlódva szaladnak bele, és akár ugye ott is életbe is került ez. Tehát mindenképpen gyorsan reagáljuk le ezeket a helyzeteket, a leg legjobb szerint. Tehát vegyük le a gázról, a, próbáljunk fékezni, de persze ugye itt a vészfékezésnél is azért meg kell gondolnunk, mert ha hirtelen befékezünk, a mögöttünk lévőt ugyanolyan kellemetlen helyzetet fogjuk tudni hozni. Tehát az adhok helyzetnek megfelelően mindig nagyon pontosan és átgondoltan kell, hogy cselekedjünk. Saját biztonságunkról tehát mi is gondoskod, gondoskodhatunk, illetve hát vannak eszközök is, amik a mi biztonságunkról, a mi életünkért felelnek, ilyen például a füstérzékelő, és hát ugye kevesen gondolnák azt, hogy nyilván ugye télen rengeteget beszélünk róla, de nyáron is életet menthet. Így van, tehát két olyan berendezés van, ami nem egy nagyon nagy költség, és én úgy gondolom, hogy az ember életben nagyon nagy segítség lehet. Ilyen a szénmonoxid érzékelő, illetve ilyen a füstérzékelő. Tehát értem én, hogy a fűtési szezonnak a végén vagyunk, annak ellenére akár egy otthagyott dohány nemű, akár egy eh, rosszul eloltott eh, eh gáztűzhely, vagy bármi olyan okozhat, vagy egy ott felejtett főzőolaj, ami kigyulladhat, túlhevülhet, kigyulladhat. Ez, erre mind-mind akár a füstérzékelő, akár a szénmonoxid érzékelő. Tehát ne vonjuk a kettőt össze. A szénmonoxid ugye az olyan gáz, ami bekeletkezik a belső légtérbe, és ugye az életünkre veszélyt jelent. Egyébként egy szintelen szaktalan gáz, és nagyon, amikor már érezzük ennek a hatását, akkor már szinte ma cselekvőképtelenek fogunk lenni. Tehát de ugye nem csak a fűtési eredezésünkből szabadulhat föl, vagy áramolhat vissza a szénmonoxid. Ugye akár a, a, a páraelszívó, füstelszívók, vagy amik vannak a tűzhely felett, ezek, ezek mind-mind visszaszívhatják. Ez akkor a mennyiségű levegőt kezel, hogy gyakorlatilag, ha egy teljesen zárt égés, vagy zárt lakásban vagyunk, akkor akár képes a kéményből visszaszívni ezeket a gázokat, amivel ugye súlyos problémákat tudunk magunkra, illetve a környezetünkre okozni. Nagy köszönjük szépen a tanácsokat, és ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy gyermeknap lesz a hétvégén, látogatók lesznek a tűzoltóság pedagógusok nyitott szertár ajtóval várják tulajdonképpen az érdeklődőket. Beszélgetünk gyerekekről, és ugye szóba került, hogy nem csak gyerekeket várnak tulajdonképpen ezen a hétvégen, hanem felnőtteket is, mert hogy ugye tűzoltókat is toboroznak. Kérdés az, hogy mennyire népszerű hivatás ez, jelentkeznek-e, például Dabasol jelentkeznek-e, illetve milyen feltételekkel van lehetőség jelentkezni, akit esetleg érdekelne? Természetesen ö, folyamatos a, sajnos a fluktuáció, tehát jönnek mennek nálunk az emberek, éppen ezért folyamatosan keresünk is mi ö, egy elmenő kollégának a helyére mindig keresünk ö, új kollégákat. Ö, gyakorlatilag ö, a legnagyobb probléma az az, hogy jelen pillanatban olyan szigorú feltételeknek kell, hogy megfeleljen, a, aki hozzánk érkezik, hogy a mostani gyakorlat alapján azt mutatható ki, hogy tíz emberből jó, ha kettő alkalmas lesz a pályára. Tehát itt mind pszichológiai, mind egészségügyi, mind fizikai állapotban ugye felmérések vannak, és sajnos a én úgy gondolom, hogy egy kicsit a mai korunknak a veszélye ez, hogy beülünk a tévé mögé, elkezdik nyomkodni a telefonunkat, nem járunk a szabadba, tehát az állóképességünk sincs úgy meg, ahogy meg kellene, hogy legyen, nem társalgunk egymással, mert ugye az elektronika világa kicsit elvitt más irányba, talán nem is tudunk már is egymással beszélgetni. Nem ülünk le, nyomkodjuk a telefont, egy-két tőszóban megbeszélgetjük, amit akarunk. Én úgy gondolom, ez mind-mind kihat akár az intelligenciára, akár az állóképességre, egészségügyi helyzetre. Tehát ez miatt azért elég nehéz a helyzet a kiválasztási rendszerünknél és ezért nagyon sok ember kell megvizsgálnunk, mikorra találunk alkalmas embereket. Egyébként én azt szoktam fogalmazni, hogy ki kell próbálni, meg kell az embernek saját magát próbálni. Akit egyszer a füstcsap megszag, meg fog csapni, az valószínű, hogy marad. Tehát vannak sajnos olyan kollégáink is, vagy jelöltjeink, aki az első káreseménynél egy olyan negatív élményt szerez, hogy rögtön el fog menekülni. Nyilván nem ez a cél, tehát én mindenkinek szeretném eloszlatni a tévhiteit. Nyilván egy veszélyes szakma, de a normál munkavédelmi előírásokat betartva, azért ezt elég jó szinten lehet kezelni. Azért ezt nyugodtan kijelentem, hogy az én tíz éves múltamba itt a megyénél még olyan ö, balesetünk vagy halálesetünk nem történt, ami ö, súlyosabb következményt volt volna maga után. Tehát nyilván ez odafigyelés. Maga a rendszerünk ö, egy szigorú szabályok mellett ö, működő rendszer. Parancsúralmi rendszer van, ugye maga a rendfogozat és maga az egyenruha véget is. Ö, a vezető kollégáinknak a szava mindig szent és érthetetlen, ott vitát nem képezhet ez a dolog. Ha ezeket a dolgokat betartjuk, akkor mindenki nyugodt lehet, hogy ugyanúgy, ö, ahogy reggel bejött szolgálatba, másnap reggel ugyanúgy haza is fog tudni menni. Nyilván neki a vasárnap bármelyik rendezvényre, ott kap információt, illetve jelentkezési lehetőség is van. De aki mondjuk nem tud el elmenni erre a ö, hétvégi rendezvényre, ő hogyan tudja felvenni a kapcsolatokat, vagy hogyan van lehetőség jelentkezni? Ö, gyakorlatilag a térségben folyamatosan jelen vagyunk, akár a médiákon keresztül, akár a településeknek a hirdetőtábláin, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, nagyobb intézménynél, akár itt szembe, csak a az egészségügyi intézmény nézzük, ott is kim van a plakátjaink, de egyébként maga, ha felmegy a ö, Pest megyei katasztrofavédelmi igazgatóságnak a honlapjára, ott is megvan, hogy hogyan lehet tűzoltó, hova kell jelentkezni, hogyan kell jelentkezni, de egyébként maga személyesen, telefonon, akár a tűzoltóság is hívható bármelyik a mi részünkről, illetve a kirendeltség, de egyébként a plakátjaink el vannak látva a QR kóddal, ami pontosabb információt ad, illetve a plakátjainkon minden esetben van telefonszám, elérhetőség, de mondom, akár a Pest megyei honlapon is ezek a segítségek megtalálhatóak. Ugye beszéltük azt, hogy kiválasztás van, illetve egy felmérés útján kerülnek majd a jövőbeni dolgozók, jövőbeni tagok kiválasztásra. Hogyha ez mindegyik pozitív volt, akkor milyen lépcsőn kell nekik végig haladni, úgy, hogy eljussanak addig a pontig, hogy bevethetőek legyenek? Igen, köszönöm a kérdést. Gyakorlatilag, amikor átmegy a rostán a jelöltünk, akkor ugye van egy öt hónapos tűzoltó szakképző tanfolyamunk, aminek a szakmának az alapjait ott el tudják sajátani elméletbe, illetve már ott is van gyakorlat is benne, és amikor ezt az öt hónap eltelik, akkor utána egy sikeres vizsgát kell neki e Ha sikeres vizsgán túl van, akkor a saját szolgálati helyére már ki fog kerülni, és ott a kollégák még tovább fogják ők csiszolni. Ugye tudni kell azt, hogy azért mi szigorú napi rendek mellett dolgozunk, tehát gyakorlatilag a tűzoltóinknak folyamatos szolgálatba a hétvégét ugye kivéve, mert az pihenőnap, egyébként a hétköznapokon ugyanúgy oktatásaink vannak. Sokszor felvetődik az új kollégáink figye kérdésként, hogy miért van erre szükség. Ugye tudjuk azt, hogy vannak olyan szakmák, mint Pék, nap mint nap ugyanazt csinálja. Tehát ő álmából főkeltve azonnal tudja fogni csinálni, viszont nálunk az előfordulhat, hogy van olyan kollega, hogyha szabadság, pihenőnapja így kivéve, meg ugye az, az eseményeknek a, a, a kapcsán, hogy esetleg fél évig sem kerül egy eseménnyel kapcsolatba. Tehát nyilván erre fel kell készülni elméletbe, ezt a gyakorlati fogásait el kell tudnunk úgy sajátítani, hogy akár álmunkból felkeltve is ezt meg tudjuk csinálni. Tehát ezért szükséges ez, hogy folyamatosan képezzük a tizoltóinkat, illetve én azt szoktam fogalmazni, és ez teljes valós, hogy két egyforma, én most már elég régóta vagyok tizoltó, de nem tudok két egyforma eseményt elmondani, ami teljesen az elejétől a végéig egyforma lett volna. Mindig más. Pont arra gondolom, hogy a helyzetek is változnak, meg hát a bevetések, meg hát azok a technológiák, amivel dolgoznak, tehát minden szinten kell tulajdonképpen valamilyen továbbképzés Hogyne, a tagoknak. És gyakorlatilag, ami, ami én úgy gondolom, hogy a mi szakmánk mellett nagyon jó, hogy általában beosztott tűzoltóként kerül a szervezetünkhöz a, a, kollega, és ha van benne ambíció, van benne vágy arra, hogy ő tovább szeretne menni, akkor akár a karrierjét is tudja építeni. Itt módban ránálunk sok esetben akár hivatásos gépkocsi vezetőnek a jogosítvány letét, akár uh, tanulmányok folytatása. Uh, volt időszak, amikor ugye a feltételek közé tartozott az, hogy csak érettségezett kollégákat tudtunk felvenni. Ez most visszakerült arra, hogyha műszaki jellegű szakmája vagy, vagy olyan szakmája van, ami uh, nem gyors talpalón, hanem ugye uh, iskolarendszeren keresztül végezte, akkor már alkalmas lehet a, a köreinkbe. Viszont ahhoz, hogy bekerülés és szándéka van, érettségére van nálunk lehetőség, akár felsőfokú képzésre van lehetőség, nyelvtanfolyamunkra van lehetőség. Tehát mind-mind, akiben benne van a, a karrierépítésnek a, a, vágya, azt megteheti nálunk nyugodt szívvel élekkel. Itt szóba került az, hogy ugye a sikeres kiválasztás után nagyobb egy öt hónapos tanfolyamon kell részt venni, ahhoz, hogy majd bevethető legyen. Konkrétan nem szeretnék pénzösszeget megtudni, de gondolom nyilván érdekli esetleg a jelentkezőt, hogy erre az öt hónapra ő már ugyanúgy fizetést kap, mint hogyha a tag lenne. Természetesen állományba uh -huh. kerül a, a kollega már az iskolának az elkezdésékor, és ö, egy... Ö, a fizetésének egy 80%-át már abban az időszakban is kapja, és ugye ott iskolába kell járni. Hát szerintem ez is egy fontos információ volt. És hát zárjuk a beszélgetést azzal, egy évfordulót fogunk ünnepelni a jövő pontosabban önök. Ugye 70 éves lesz a Dabasi tűzoltóság. Mi itt a beszélgetés előtt szóba került ez a téma, egyelőre csak annyit tudunk ugye elmondani, hogy készülnek rá jövő Igen, igen, tehát mindenképpen ugye 70 éve itt vagyunk a térségben, itt dolgozunk. Van, aki ezt látványosabban éli meg, van, aki nem is nagyon éli meg, hogy itt vagyunk, nem veszi észre. Én úgy gondolom, hogy ha a során nem veszi észre, ez egy pozitív dolog. De sok